A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint közel 91.500 gyerek született Magyarországon. Ez a születésszám lényegében 2014 óta állandónak mondható. A század elejétől 2009-ig 95 és 100 ezer között mozgott az újszülöttek száma minden évben, majd 2010 és 2013 között 90 ezer alattira zuhant, ezt követően kúszott fentebb az adat. A vágyott gyermekszám és a realizálható gyerekszám között van egy egyre nagyobb mértékű különbség. Ugye általában az emberek mint optimális elérendő célt a két gyermeket jelölik meg. Ugye hát ezzel szemben ugye a termékenységi mutatók ugye azt mutatják, hogy egy nő, vagyunk 100 nő, ugye 150 gyermeket tud a ciklus alatt világra hozni. Ugye miközben ugye 210 kellene ahhoz, hogy egyáltalán társam tudja magát reprodukálni. A születések száma és a termékenység ráta hiába nőtt Magyarországon, azonban ezzel a népességfogyás még nem áll meg a szociológus szerint. Ugyanis a gyermekvállalás egyre inkább kitolódik. Míg az anyák átlagos életkora az első szüléskora 80-as évek elején 23 volt, 2000-re 25-re emelkedett, ma pedig már 27 év. Napjainkban tehát akkor kezdenek gyermeket vállalni a nők, amikor 30 évvel ezelőtt a legtöbb anyának már legalább két gyermeke volt. Ez persze összefüggésben van azzal, hogy az iskola milyen mértékben jelenthet egy nőnek mobilitást, milyen mértékben jelenthet karrierépítést. Hiszen, hogyha valaki érettségét követően felsőoktatásban folytatja tovább a tanulmányait, felsőoktatásban szerzett oklevéllel, esetleg fehér galéros munkakörben, vagy akár magasabb presztízsű munkakörben tud dolgozni, akkor ugye ez kell egy bizonyos idő, amíg a saját munkahelyén, a saját szervezetében is felépíti olyan mértékben magát, hogy mondjuk nagyobb biztonsággal elmer menni, szülni. Vitál Attila szerint azonban ez a párkapcsolatokra is jelentős hatással van. Van egy másik fontos aspektus is, nevezetesen, hogy a nők iskolázottságával párhuzamosan a nők férfiakkal szembeni elvárása is magasabb, úgyis mondjam, magasabbra tették a lécet a nők, és ennek mi férfiak ugye egyre kevésbé tudunk megfelelni. Hát ezért van az, hogy a 40-49 év közötti korosztályba tartozó férfiak felének nincs gyermeke jelenleg Magyarországon. A későbbi gyermekvállalásnak azonban rizikója is van. 30 év felett a nők fogamzó képessége folyamatosan csökken, és a várandóság is egyre bizonytalanabb kimenetelű. Ez pedig demográfiai értelemben is hordoz kockázatot, ugyanis az adatok azt mutatják, ha sokan a 30-as évei közepén, vagy akár 40 év felett vállalják első gyermeküket, akkor kisebb a valószínűsége, hogy második vagy harmadik gyermekük lesz.